1989 óta minden évben, január 22-én a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük. 1823-ban Kölcsey Ferenc ezen a napon tisztázta le a himnuszt. Alkalom ez arra, hogy számba vegyünk, nemzeti értékeinket tiszteljük és ápoljuk hagyományainkat, erősítsük a magyarság összetartozását. Iskolánk az idén is változatos programokkal csatlakozott az ünnephez. Az aulában a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan rajzokat, plakátokat és labbukokat állítottunk ki a rajzszakkörösök és a könyvtáros diákok munkáiból. A szünetekben a kivetítőn közismert és jeles magyar személyiségeket bemutató PPT-t tekinthettünk meg. Az iskola rádióban magyar szerzők és előadó művészek zenés produkciói csendültek fel. A 8. évfolyam diákjai a hangos könyvtárba látogattak, ahol interaktív foglalkozáson megzenésített verseket hallgathattak. A 7. évfolyamon a megemlékezés az irodalom órák keretében történt. Az 5.-6. évfolyam tanulói a könyvtárban kis csoportokban az ünnep tematikájához kapcsolódó kvíz feladatokat oldottak meg a szótárok és tabletek segítségével. Az alsó tagozat kedves meglepetésként a magyar zászlót és a vers szót jelenítette meg élőkép formájában az iskola udvarán. Mindannyian kíváncsiak voltunk az alkalmat megörökítő drón működésére és az így rögzített felvételekre. Tiszapartis diák az ablakokból és az udvarról nézve lehetett részese a napot lezáró, az összetartozást látványosan is szimbolizáló és az ünnephez méltó közös produkciónak. Velem az út is megfordul,